Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Mindenkinek jó reggelt kívánunk! Képzeljétek, odakint süt a nap, a kutyák pedig bent a lakásban. Alszanak. De se baj, reggeli után Gazda visz minket sétálni. Tehát fiúk a papával, kisasszony a gazdasszonnyal megy sétálni. Mi tehát elindulunk, megyünk bandázni ki a térre. Idekinn a téren nagy az élet már. Sokan vagyunk, nem túl sokan ugyan, de elegen. Tehát mehet a játék. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak, vannak fürgébbek, és vannak lassúbbak. No, ezek közé tartozik a Berni, oda, a lassúak közé. Nem azért, mintha lusták lennének, de ebbe a dög melegbe már meleg a bunda, már nincs kedvük annyira rohanni. De azért beleszállnak ők is a buliba, nekik is fontos, hogy tudassák, bizony, ők is itt vannak. Artúr és Bence ilyenkor már keresi az árnyékot. Tehát többnyire az árnyékban sétálgatnak, szimatolgatnak, keresnek, kutatnak. Persze azért kimennek ők még a világosabb részekre is, ha van miért, ha megéri, és bizony a barátok kicsábítják őket. Aztán persze elérkezik az idő, órázra kerülnek az ebek, és indul haza a banda. Megyünk haza Lilihez. Itt van a kisasszony, ő is hazajött a sétájából. Megbeszéljük a dolgokat, és pihenünk, mert erre már ilyenkor nagy igényünk van. Ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, Pajtik!